Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. Idén is elindította a cipősdoboz ajándék akciót a Baptista Szeretett Szolgálat. Vendégünk a Soproni Baptista Pont vezetője, Gálné Kapás Márta. Márta, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Azt néztem, hogy a Szeretett Szolgálat idén 13. alkalommal indította ezt az akciót. Ezek szerint nem babonásak. Nem, abszolút nem vagyunk babonásak. Nem fér bele az életünkbe. A Soproni Bárka a baptista gyülekezet viszont már nagyon régóta a szolgálattal együtt, a szolgálaton kívül is ezt az akciót megtartja. Milyen tapasztalataik vannak az elmúlt évekből? Minden év ad hozzá a tapasztalatokhoz, minden évben egy picit bölcsebben tudunk kezelni, tudjuk kezelni ugye bejövő adományokat, mint a szétosztást. Az utóbbi pár évben elég nagy próbának voltunk kitéve, hiszen uh, Sopron egy nagyon adakozó város, és nagyon sok adományt kaptunk, és uh, hogy ez bölcsen és jó helyre juttassa az emberehez, nagyon sok uh, ismeretségre, kapcsolatra, segítőkész emberekre van uh, szükség, hogy Célba tudjuk juttatni az adományokat, és ezzel gyarapszunk évről évre. Ugyanakkor ezek alapján gyarapodtak egy baptista ponttal is, amit említettem, hogy ön vezetője. Tulajdonképpen mit jelent ez a pont, és mi az, ami ebben az egész munkában segít a ponton át? Hát ennek az én személyes történetem az, hogy a cipősdoboz akcióba a leges-leges legelső -leges alkalomtól benne vagyok, és azt vettük észre, hogy sokan voltak, akik nem tudták vagy nem akarták, mert nem volt rá kapacitásuk már becsomagolni az ajándékokat, és minden december végén azzal szembesültünk, hogy tele van a gyülekezeti ház zacskókkal, zsákokkal, plüssjátékokkal, egyebekkel, és hogy ezzel mit kezdünk. És jött az életembe egy olyan fordulópont 2014-ben, amikor hat évi egyetemi tartózkodás után megpróbálkozva a doktori iskolával és a címmel ö, oda jutottam, hogy ez a karrieri út számomra lezárult, és akkor úgy gondoltam, hogy a nyugdíjas évei még, még van pár év, amikor még tudok talán valamit a közjavára tenni, és akkor döntöttem el úgy, akkor azon a karácsonyon, abban a cipőst, a két évvel ezelőtti cipősdoboz akciónál, hogy ezekkel a felgyűlölet ajándékokkal kell kezdeni valamit, és nem csak uh, karácsonykor jönnek ezek az ajándékok, hanem évközben is folyamatosan jönnek a butor felajánlástól kezdve az élelmiszerig mindent, és uh, a baptista szeretett szolgálatnak akkor már tíz ilyen baptista pontja volt szerte az országba, és ők invitáltak, hogy csatlakozzunk mi is soproniak, és mondom, a soproni lakosok nagyon-nagyon híresek arról, hogy adakozóak, ez egy gazdag város, és az emberek itt nagyon adakozóak, hogy hát, ha tudunk ezekből az ajándékokból, adományokból továbbítani a helyi rászorulókon kívül olyan vidékekre is, ahol sokkal nagyobb a szükség, és én akkor döntöttem úgy, hogy a korábbi karrieremnek hátat fordítva a baptista pontba folytatom januártól az életemet, és ez most már majdnem két éve. Már beszélgettünk róla többször is, de azért újra kicsit elevenítsük fel, hogy tulajdonképpen a baptista pont mit jelent, hogyan működik. Ez egy adománypont, adománybolt, ahova az emberek a feleslegesé váltám tiszta és még használható holmiukat behozzák. Tényleg a kisbiciklitől, a mosogatógéptől, a, a bútorokig, a játéktól, a ruháig mindent felajánlanak, kapunk. És az én feladatom az, hogy ezt célba juttassam. Sokszor azt kell mondjam, hogy türelmet kérek, amíg megtalálom a gazdáját. Sokszor erre csak egy-két órát kell várni, de van, amikor több napot is, vagy hetet is. De általában megtaláljuk a gazdáját ezeknek a felajánlásoknak, és ebben az adománypontban szortírozzuk ezeket az adományokat, a legjavát azt szeretnénk áruba bocsájtani, azért, mert az önfenntartásunkat magunknak kell előteremteni, tehát a, az én béremet, illetve a rezsiköltségeket, bérleti díjat, egyebet. Itt kell megemlítenem az önkormányzat nagyvonalúságát, aki nagyon kedvezményesen bocsájtotta ezt a várkövet 43 alatti helységet a rendelkezésünkre, és azóta is nagyon támogattak minket de nagyon-nagyon hálás vagyok annak a sok soproninak, aki tényleg a tisztára gyönyörűen összehajtogatott holmiát oda hozza, és ránk bízza, hogy mi ezt eljutassuk a legmegfelelőbb helyre. Vannak olyanok, akik tényleg ebből a legjavából kapnak, és vannak olyanok, akiknek azt a szükségét töltjük be, hogy fáznak és felruházzuk őket, hogy éhesek és megetetjük őket, és jó néhány bátorító szóval, akár visszatérve is tudjuk őket lelkileg is támogatni. Ja, ahogy említette, tehát itt azért... Nem tudom másképp megfogalmazni, lehet vásárolni is. Igen. És tulajdonképpen aki önöknél vásárol, az hozzájuthat olcsóbban dolgokhoz, ugyanakkor a pénzével pedig egyfajta támogatást nyújt önöknek. Teljesen, teljesen jól fogalmazta meg Imre, ez így van. Mi igyekszünk a bolti árnál jóval alacsonyabb áron, ez az egy tizettől a mondjuk a 40 ig tehát egy bolti ár 40 százalékaig attól függ, hogy milyen állapotban érkezik az a holmi és mennyire divatos, vagy az illető mennyire rászoruló. Ha rászoruló, akkor a a nulla és a 10% közötti árban igyekszünk megegyezni. Én nem az az ember vagyok, aki... Mm, vagyis inkább... Jobban fogalmazva, én az az ember vagyok, aki szeretne segíteni másoknak felállni. Az az ember vagyok, aki minden segítséget meg akarok adni annak, aki szeretne felállni. Nem szeretném az embereket abba az állapotba tartani, akik akár segítségér is fordulnak hozzánk, hogy ők egy önsajnálatba merülve beletörődjenek abba az állapotba, hogy ők életük végéig segélyezésre szorulnak. Persze vannak ilyenek az idősek, a gyerekek, a az egyebek, de vannak nehéz helyzetbe, nehéz élethelyzetbe került emberek, őnek a feláll, felállításuk a legnagyobb kihívás, és a legnagyobb szeretettel, és legnagyobb uh... Hozzáértéssel igyekszünk, bevonva a családsegítőtől tanácsot kérve, vagy más szakemberektől tanácsot kérve, segíteni abban, hogy ők az önálló életvitelre alkalmasak legyenek, és esetleg rávilágítani olyan életviteli problémákra, amelyek miatt ők ebbe a nehéz élethelyzetbe jutottak. Akkor azt gondolom, hogy térjünk rá a beszélgetésünk apropó rá, apropójára a cipősdoboz akcióra sokszor ez is szóba került, és sok helyen van hasonló, de azért azt gondolom, hogy érdemes arról beszélnünk, hogy tulajdonképpen mi a lényege a cipős ajándékoknak. A cipős ajándékot Angliából indította el, azt hiszem, két-három ember, amit Szenci Sándor, a baptista szeretett szolgálatnak a vezetője, elnöke emelt át Magyarországra 13 évvel ezelőtt. A célja az az, hogy egyébként szegény körülmények között és ajándékot nem kapó gyerekekhez jutassunk el ajándékot, egy cipős doboznyi olyan ajándékot, amely leginkább az ő örömüket, szükségeiket tölti be, attól függően, hogy kisfiú vagy kislány, kérjük eldönteni, hogy most akkor milyen jellegű játékot vagy ruhát tesz bele az illető, hány évesnek szánja a doboz, és... Feltétlenül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a gyereknek édeség nélkül nincs karácsony, tehát édeséget mindenképpen tegyenek bele, és olyan használható, jó állapotban lévő játékot, amit az illető is szívesen elfogadna, ha össz, ő kapna ajándékba. Ö, gyerekekről beszélünk. Milyen korosztályban ö, gondolkodjanak az ajándékozók? Az idén is, mint már két éve, a gyülekezetünk két iskolának az ajándékozásáról gondoskodik, a Kozmuca Flóra, tehát a Petőfi téri általános iskola, és a Tóth Antal iskola kollégistái számára fogunk az idén is eh, szinte névre szóló ajándékokat készíteni. Ezért ez nagyon nagy szórás, hiszen eh, ezekben az iskolákban felzárkóztatás folyik, és sokszor a 21 évesek is ott vannak. Tehát eh, a legtöbb ajándék egyébként, akire az emberek gondolnak, az kislány és 5 éves, akik Barbie babát hoznak, de mi a csecsemőktől a 21 évesig történő korosztályban gondolkodunk, hiszen még ők is akár a Kozmuca Flóra iskolának a tanulói, nagy darab fiatal emberek, akiknek akár tisztálkodási szerekre, dezodorra, vagy pólóra, vagy egyébre van szükségük. Most az idén, hogy már a baptista pont ilyen szinten működik, már egész évben gyűjtöm az ilyen jellegű ajándékokat, ami nem volt olyan állapotban, azt hazavittem, kimostam, tehát most körülbelül olyan 5-6 csáknyi ruha, ö, játék és olyan egyéb tartós dolog várja ezeket a fiatalokat, akiknek nem, tehát különben nem hoznak a városból ajándékot, mert rájuk nem gondolnak. És ezek között is, mikor beszélgettünk, kiemelte, hogy a, a 8-16-18 év közötti fiúk azok, akik e, kiesnek a gondolkodásból. Igen, igen, rájuk nagyon kevesen gondolnak, rájuk úgy tekintenek, hogy már akár keresőképesek, pedig akár ezek a fiatalok szellemi vagy más fogyatékosságaik miatt nem képesek arra, hogy magukról gondoskodjanak. Róluk sok esetben az egyedülálló szülő gondoskodik, és nekik ez tényleg valóban egy, egy komoly segítség hogyha ők is ajándékot kaphatnak karácsonykor. Van-e már idei jó tapasztalat, ami, ami esetleg meglepte önt, hogy vittek már be önöknek dobozokat, cipős dobozokat? Igen, volt kettő ilyen. A szakadó esőben pénteken hozott két nagyszülő, kísért be egy hat éves kislány, aki a testvérével együtt készítették el, a, a, ez volt a két első cipős doboz. A kislánynak fázott a keze, és ő rögtön kapott egy kesztyűt ajándékba a második pedig tegnap egy egész osztály állított oda a Handler Nándor szakközépiskolából a grafikus osztálynak az osztályfőnöke Csiszlér Ildikónak hívják úgy tudom, már bocsánat, igen. ha eltévesztettem a nevét az ő vezetésével egy 35 fős osztály hozott be, minden gyerek otthon készített, gyerek fiatal, mert fiatalokról van szó, fiatal otthon készített egy, -egy cipős dobozt, és tőlük vehettük át így kollektíven ezeket az ajándékokat, hálás köszönet a tanárnőnek, és azért, hogy nem csak tanítja és foglalkozik, és a szakmára tanítja ezeket a fiatalokat, hanem a jó tékonyság szellemiségét is tovább viszi ezáltal. Meddig tart az idei lehetőség, illetve hát add, amíg bevihetik az ajándékokat, és hol, hol lehet leadni, aki esetleg uh -huh. úgy gondolja, hogy készíti ilyet? A hivatalos honlap szerint csak 18-áig mindkét iskola, a Vasvilla szakközépiskola, amelyik a Ferenci utca 7, illetve az óvóképző főiskola, amelyik a Ferenci utca 5 szám alatt van, ők már évek óta ilyen módon támogatóink, hogy befogadó pontok. Ott, amíg portaszolgálat van az... December 21-e 21 21 délig vállalták, hogy ezeket az ajándékokat befogadják, ugyanúgy mi is a baptista pontban, tehát 21-e délig, a nyitvatartási időben, tehát hétfőtől péntekig lehet tíztől minden nap 5 óráig behozni az ajándékokat, illetve a fő gyűjtőpontunk a Bárka Baptista gyülekezet a Rákóczi utca 41 alatt, ott kedden és pénteken 5-től 7 este, csütörtökön van egy reggeli fogadási időpontunk fél 8-tól 10 illetve vasárnap délelőtt fél 10-től 12-ig lehet ajándékokat behozni. Na most azokat az ajándékokat, amelyeket nem mi tudunk uh, itt a helyiek számára felbontani, átnézni, elajándékozni, ezeket tovább küldjük Magyarország szegényebb vidékei, például Somogy megyébe biztos, hogy megy az idén jó sok ajándék, illetve Erdélybe, illetve Kárpátaljára a magyar lakta vidékekre igyekszünk gyülekezeteken keresztüli szétosztásra ajándékokat továbbítani. Mert egy nagyon sok sikert kívánok az idei akciójukhoz is, és nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, és boldog karácsonyt a nézőknek is. Viszont. Kedves nézőinként már a munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, búcsúzom a viszontlátásra!